Melyik a legjobb parti zenekar? Amelyik jó megjelenésű, fiatalos, zeneileg kiváló, exkluzív és mégis rugalmas, játszik régit, újat, alternatív zenét vagy épp swinget. Szerinte pedig egyszerűen a Just Show-ben. Sziasztok, itt újra a Balató rovat a Fingamer csatornán. Ma illusztrus vendégünk nem más, mint a Jazz Show Band zenekar. Köszöntelek titeket Bianca és Zoli képében. Sziasztok! És, sziasztok! Hát remélem, egyre többen fognak megismerni titeket. Most egy nagyon friss kezdeményezés, az az utcai street show zenélés, fogalmazhatunk így, valami nincs hivatalos neve, ugye ez most nagyon-nagyon sokaknak tetszett, amit láthatunk tőletek a Facebookon, élőben is, meg hát gondolom a szentesülyeknek is nagyon tetszett ott helyben, és hát most reméljük, hogy úgy néz ki, hogy lesz majd folytatás, de ezt, erről még beszélünk majd később. Most annyit kérdeznék még csak először alapozóként, hogy a csapat az fontosan mikor kezdte tevékenységét, hogy álltatok össze, mi volt a cél elején, tehát azt most már el is értétek, amit akartatok, vagy még formálódik fontosan, amit el akartok majd élni, illetve annyit, hogy milyen típusú zenéket játszottok általában. Oké, akkor kezdjük az elején, mert én is köszöntelek téged is, meg a nézőidet, illetve nézőinket is. A zenekar az viszonylag régen alakult, 2005-ben. 2005 volt, és két régi gimnazista társam, akik közül az egyik már a feleségem. Szegeden jártunk főiskolára, és ott kezdtünk el gondolkodni azon, hogy mindnyájan szeretünk zenélni, hogy csináljunk egy olyan zenekart, ami kicsit más, mint a szokásos feldolgozás zenekar, de mindenféleképpen feldolgozás zenekarban gondolkodtunk, mert hogy az volt a célkitűzésünk, hogy ezzel pénzt is tudjunk majd keresni, tehát ez nem egy titkolt dolog, hogy mi hivatásként választottuk akkor 2005-ben a zenélést. Mondjuk utána még 5 év eltelt, amire elértünk odáig, hogy ez tényleg a hivatásunká is vált. És gyakorlatilag 2005-ben alakult meg a Just nevű zenekar, teljesen más volt, mint a mostani. Úgyhogy... Akkor én még bennem voltam. Ja. Igen, tehát például Bius az 2008, 7, 2008. Nem tudom, mikor körül csatlakozott. De családi zenekar volt végül is, mert kettő lány volt akkor is, és a Biancának az elődje az gyakorlatilag a lányok, mert ők a jelenlegi két énekesnő az testvére, Kitty és Bius az testvére, de a Biusnak az elődje is a lányok nővére volt, Judit nevű hegedűsnek. Ilyen trió lehet. Aha. Volt még egy lány, aki fuvolán játszott, Kriszti, és basszusgitárposzton több csere után 2000. Hát mondom, végülis a Jazz Show Band, hogyha úgy veszik, akkor mondjuk legyen az, hogy 2008-2009-re alakult ki. Tehát az első 4-5 év az ilyen masszív klubozás, meg sörfesztiválok, ilyesmiket játszottunk. És mondom, olyan feldolgozásokat választottunk akkoriban, amit ugyan ismer mindenki, de kevés parti zenekar játsza őket. Aztán 2008-9 körül be kellett látnunk, hogy muszáj felvenni azokat a dalokat is a műsorba, ami már lehet, hogy a könyökünkön folyik ki. De mindig törekedtünk arra, hogy a lehető legjobban oldjuk meg esetleg azokat a dalokat is, amik nem annyira közel állóak hozzánk. És szerintem ez a mai napig viszonylag jól sikerül, mert gyakorlatilag az egész csapat imád zenélni. Tehát, hogy nem nagyon válogatunk. Igazából mindent meg tudunk szólaltatni egy bizonyos szinten, attól függetlenül, hogy most a legnagyobb kedvencünkről van szó, vagy pedig egy kicsit kevésbé kedvelt dalról. Most saját magunk formálunk mindent. És most nem tudom, mi volt még a kérdés, de beszéljen Bius inkább. Az volt a repertoárunk. Nagyban függött a későbbi hajós éveinktől, mert nekünk esetlegesen az volt a célunk, miután már itthon elkezdtük az idézőjesen a vendéglátózást, hogy
hogy kijussunk külföldre hajózni. Mm-hmm. Ez annak idején, én úgy éreztem, hogy ez egy elég nagy dolog egy olyan zenekarnak, aki még Pest környékén sem lakik, egyáltalán bejutni ezekbe a berkekbe, és elég sok visszautasítást kaptunk különböző cégektől, olasz vagy amerikai, vagy bármilyen nemzetiségű cégtől. Azért, mert azt mondták, hogy tetszik nekik nagyon, amit csinálunk, de nagyon fiatalak vagyunk, tehát tapasztalatlanok. Még nem, aztán bekerültünk a német TUI Cruises által vezetett Mindshift flottába, ahol még akkor csak két hajó volt. Itt kezdtünk el dolgozni 2012-ben, és azért mondom, hogy nagyon színesítette a repertoárunkat ez a munka, mert ez a hajó az egy német hajó, ami azt mondta maga után, hogy rengeteg német zenét kellett megtanulni, illetve különböző show műsorokat, amiket a színházban csináltunk, vagy a színház énekesekkel kellett megcsinálnunk, az mind-mind, ami hozzánk közel állt dal, azokat megtartottuk a repertoár listán. Tehát ezért szoktuk erre a kérdésre azt válaszolni, hogy gyakorlatilag az örökzöld slágerektől a napjainkig igyekszünk egy kicsit jazz standardeket játszani, de ugyanúgy ott van a rock, vagy a rock and roll, vagy a pop, mindenféle feldolgozás, mindenféle zenét játszunk feldolgozásképpen. Hát igen, mert... annyit szeretném. Ja, hogyha az érződik is, hogy ezeket tényleg úgy adjátok meg, hogy benne vannak ezek a népszerűbbek, de közben tényleg ott van az a sok gyöngyszám, amit sokan még esetleg nem is hallottak, tehát így... Igen, így van. Jó. Mit akartál mondani, hogy kihagytam egy csomó, nem, bocsánat. Nem, csak időben, tehát ez, amit a Bius mondott most, hogy kezdődött el a pályafutásunk, az azért, hogy a nézőid is, vagy te is értsd, ez gyakorlatilag egy 2-3 éves kőkemény munka volt. Tehát olyan szinten, hogy a civil állásainkat feladtuk, mondjuk Bius az például még akkor suliba járt, úgyhogy ő neki nem volt szerintem állása akkor, de komolyan legalább egy év telt el úgy, hogy a családjaink támogatása nélkül nem jutottunk volna egyről a kettőre. Most arról való felkészülés mondjuk. Így van, ez 2010 körül volt mondjuk, hogy 2010. Hát úgy valahol, 2009-től végül is 11-ig ez ilyen nagyon furcsa időszak volt, 11 novemberig. Ez egy ilyen nehéz, akkor nehezebb időszak, úgy van. De borzalmasan nehéz volt. Uh-huh. Mondjuk közben volt, 2010-ben már azért mondtam, hogy 10-től nevezhetjük hivatásunknak a dolgot, mert akkor mi egy ilyen szabadidőparkban elkezdtünk dolgozni Németországban. Uh-huh. Ott érintett meg minket ez a német vonal. Uh-huh. És valószínűleg ennek a rövid melónak volt köszönhető az, hogy később a TUI, a világ egyik legnagyobb ilyen turisztikai vállalkozása, megvett minket az óceánjárós alvállalkozásához. Csúnyán fogalmazok, hogy megvett, de gyakorlatilag ebben a szakmában így nevezik, vagy így hívjuk azt, amikor valakit szerződtetnek. De emellett meg teljesen, amit Bius is mondott, minden egyes ilyen apró lépcsőfok újabb és újabb dalokat hozott magával, minden egyes visszautasítás, meghallgatások kapcsán újabb dalt hozott a műsorba, mert nem egyedül vagy megmérettetve ilyenkor, tehát hogy látsz másik zenekarokat. Elcsakizod, vagy lenyúlod azokat a dolgokat, amiket úgy gondolsz, hogy neked muszáj csinálnod, vagy amik nagyon tetszenek. Nyilván a saját arcodra formálod, és akkor már nem olyan durván lenyúlásnak számít, meg egyébként mondjuk ezek feldolgozások, tehát végül is bárki látszhatja, ugye? Hát, most már azt mondják manapság, hogy... mire mondhatják azt, nem, hogy nem nyúlták úgymond idézőjelbe valahonnan, tehát igen. Közel nem jönnek. Persze. Ja, de csak ennyit akartam. Hát igen. És ott több zenekar is már gondolt, nem csak ti vagytok, hanem így váltásban vannak, hogy ez hogyan? Aha, értem. Már a hajókon? Igen, a hajókon. Nem, legalábbis ahol mi voltunk, ott nagy zenekar, mi ugye egy 6 fős parti zenekar vagyunk, ott mindig csak egy-egy ilyen nagyobb zenekar van. Emellett van kisebb felállás, duók vagy triók, ilyen főleg jazz formációk, vagy mondjuk, hogyha kompokról beszélünk, akkor meg vannak ilyen egyfős one-man bandek, trubadúroknak nevezik őket, mondjuk gitáron kíséri magát és énekel közben, vagy ugyanígy zongorista van, van, ahol jazz zongorista, van, ahol hatalmas partit
mit csinálnak. Mondjuk az ilyen skandináv kompokon gondolják körbe ők a zongorát, isszák a söreiket, éppen amit érnek, és kiabálják, hogy mi legyen a következő dal, és a zongorista esténként 7-8 órán keresztül játssza azokat a dalokat, amiket kérnek tőle. De nagy zenekar az meg általában egy van. De akkor viszont sokat játszatok, tehát sokáig kell akkor gondolom játszani, nem az van, hogy mondjuk most van 8 óra, és akkor fő van 23 együttes között. Tartalmakban különbözőek ezek a munkák, hogyha a kompról beszélünk, ott tényleg nem ritka az, hogy 6-7, akár 8 órát kell zenélni. Tehát ez gyakorlatilag elég megerőltető, és ráadásul tényleg annyiról szól, hogy lejátszod ezt a 6-7-8 kört, és nagy nehezen valahogy álomba ringatod magad, felébredsz, megreggelizel délután 3-kor, 4-kor, jobb esetben elmész az edzőterembe, vagy csak nézel ki a fejedre keresztül, és utána kezdődik előről az egész. A cruise hajók, mint a TUI-nak a Mindship hajói, amiről beszéltünk, hogy 2012 óta gyakorlatilag ez volt a fő állásunk, ott az máshogy működik, mert naponta csak mondjuk ilyen, mondjuk azt, hogy 4 óra hosszát kell zenni. De ugyanúgy heti 7 napban, meg néha beosztanak más-más feladatkörökbe is. Tehát te zenészként vagy ugyanott, de van, hogy ki kell állnod a hajó elé és köszönteni az újonnan felszállt vendégeket. Van, hogy a megszokott szettjeiden kívül napközben is felraknak mondjuk a medence mellett, és akkor ott kell zenélned. Van, hát nem annyira kellemes megint csak zenészként, mondjuk az, hogy heti egyszer van például gyakorlat, legénységi gyakorlat. Nyilván szükséges, mert egy-egy ilyen hajón összesen a legénység és a vendégek száma az lehet, hogy 5-6 ezer ember is lehet. Mi hajóink az 5 körül volt. Még a Titanic már lassan így méretű. Mert igen, hát a közbevágok a komphajókon végül is. Mi tényleg úgymond zenészként voltunk kint. Nekünk a hajó, hogy mondjam ezt, körforgásában, életében nem igazán volt semmi szereplünk. Viszont a cruise hajónál mi 100%-osan legénység voltunk, ami azt mondta maga után, hogy gyakorlatilag úgymond 0-24, ha bármi vészhelyzet adódik, akkor nekünk végül megvolt a saját magunk feladata egy vészhelyzet kezelésében, mint egy tengerésznek, mármint... Mert majdnem egyszer a matrózok is voltak, de igen. De igen. Bocsánat, ezeket kiegészíteni. Igen, így értettem én is. Tehát és ezek merre jártak? Ez földközi tenger? Vagy Atlanti óceán? Hát ebben a sorrendben. Nem, ja, egyébként. Tehát gyakorlatilag a... Vagy mind a kettő egyszerre. Hát nem egyszerre. 8 év alatt megcsináltunk 3 szerződést. Én számolt, mindig megszámolt, aztán mindig elfelejtettem. Úthajón 13 szerződés mondjuk, meg kompos melók is voltak mondjuk 6-7 szerződés, vagy 8, vagy nem tudom mennyi. A kruszhajós 13 szerződés alatt mi szerintem ilyen 70 országban jártunk körülbelül. Tehát 70 országot érintettünk körülbelül. Legyen mondjuk azt, hogy 50 és 70 között, de jó, számold meg a mágneseket a hűtőn gyorsan. Ez igen. Hát gyakorlatilag Dél-Amerikától, vittem föl Észak-Amerikáig, meg Európa. De Közép-Amerika. Ja, Közép-Amerika. Voltunk. Meg hát Európa gyakorlatilag. A legelső szerződésünk az például a Karib-tengeren volt. Aztán ezt követően még szerintem 4 alkalommal legalább voltunk a Karib-tengeren, de jártunk gyakorlatilag Dubajtól kezdve a Vörös-tengert oda-vissza megjártuk, vagy 4-szer, nem tudom hányszor. De az Atlanti-óceánt is átkeltünk, ugyanúgy említettem, hogy a Karib-tengeren szálltunk be, de mondjuk például Szentpétervárban fejeztük be a szerződésünket 4 hónappal később. Világkörüli túlélésen. Skandináviát végigjártuk, a Földközi-tengert számtalanszor, Kanári-szigetek, Közép-Amerika, meg az Egyesült Államok, Kanada, ilyesmi. Úgyhogy gyakorlatilag nagyon sok fele voltunk. És mondjuk ilyen szempontból jó, csak nem sok időtök ott gondolom, hogy mondjuk valamit nézelődjetek, mi? Mert arra nem sok ilyen környék, mondjuk amikor kiszáll a partra, úgymond a legénység meg a... Hát nem turistaként, hogy akkor most minden meg tudtunk nézni, például amikor az Egyesült Államokban voltunk, New Yorkban azért
akármikor csak tudtunk, próbáltunk, igyekeztünk kimenni. Ez attól is függött, hogy a hajó mennyi ideig van egy bizonyos kikötőben. Volt alatt egy éjszakát, de javarészt az volt rá jellemző, hogy minden nap máshol kötöttünk ki, és van egy szigorú indulási időpontja a hajónak, minden kikötőben más és más, amit nem szabad értelemszerűen lekésni. Én kétszer megtettem. Emiatt egy pár óránk van kint, de hogyha többször visszamegyünk egy helyre, akár egy szerződésen belül, vagy akár több szerződésen keresztül, ha többször visszamegyünk egy országba, városba, akkor igyekszünk úgy menni, város nézni, vagy túrázni, vagy bármi ilyesmi, hogy tudjuk, hogy már hol voltunk, és akkor egyébként nekünk nagyon szerencsés a helyzetünk, mert ahhoz képest, például a pincérekhez képest, a takarítókhoz képest, és még sorolhatnám, hozzájuk képest elég keveset dolgozunk. Tehát nekünk úgymond a napközben nincs semmi dolgunk. Jaj, ti főleg éjjel, akkor mondjuk itt van 8 órától, vagy nem tudom, megszokott. Így van. Ha tengeren vagyunk, az már megint más kérdés, mert ott előfordul, hogy napközben is kell zenél, de hát akkor meg ugye így is, úgyis zajon vagyunk. És az alvás, igen, akkor hogyan? Akkor reggel alusztok, mint a vámpírok, hogy hogyan? Gyakorlatilag. Igen. Gyakorlatilag így van. Amit akartam mondani, hogy lehet, hogy nem mindenki tudja elképzelni, hogy működik ez a dolog. A krúzhajónak az a lényege, hogy ezek a luxushajók magyarul, ugye? Vagy nem tudom, minek hívják ezeket. Hát gyakorlatilag, talán, igen. Óceánjáró. Óceánhotelek. Ja. Viszonylag kis távot tesz meg, viszonylag lassan. Tehát ezért hívják krúznak, mint hogy tényleg csak ilyen... Idézőleg csosszon, nem igazán sietve halad. Nem is az a lényege. Nem, tehát... De ettől függetlenül nyilván, ahogy mondta Bianca, egyik nap lehet, hogy Franciaországban ébredek fel, másik nap más Spanyolországban például. De ami nekünk nagyon jó, hogy általában a hajó... pár hónapra rááll egy bizonyos körre, tehát mondjuk két hetente ismétlődik a kör számunkra. Nyilván a vendégek azok két hetente cserélődnek, de... leszerűsítve mondom. De ez nekünk az segítség, mert fel tudjuk térképezni az adott helyeket. Tehát például, amikor Amerikában voltunk, New Yorkban, tehát két hónapig voltunk Észak-Amerikában mondjuk, és ez alatt 14 napot töltöttünk New Yorkban összesen. És sokkal jobban ki tudtuk használni ezt a 14 napot, mint a mi vendégeink, akik ugye egyszer ott voltak 3 napot, és köszönjük szépen, vagy akár azt is mondanám, hogy jobb volt ez a 14 nap így, mint hogyha 2 hétre kimentünk volna csak nyaralni, mert mindig volt egy újabb hetünk felkészülni, hogy na legközelebb mit csinálunk, megtervezhettük a dolgokat, beszerezhettük az információkat, ráellenőrizhettünk ilyesmi, úgyhogy valamilyen szinten, hát én azt mondom, hogy még szerencsésebb ez a helyzet, mint utasként ott lenni. Persze a saját hátrányaival is számolni kell, tehát mondjuk mi nem kapjuk azt a luxus körülményt nyilván, mint egy vendég, aki több ezer eurót fizet ezért az útért, de nagyon nagy élmény, tehát hogy azért van lehetőség arra, hogy felfedezzük ezeket az egyébként elérhetetlennek tűnő helyeket és országokat, városokat. De hát mondjuk ti is vendégek vagytok, ha úgy nézik, hát hiszen ti vagytok a showman része, hogy mondjam, tehát nélkületek ott sokkal kevesebbet érne minden, ugye magának a cégnek is, a hajónak is, stb. Tehát nekem ez furcsa, hogy nem kapjátok meg majdnem ugyanem, ha nem is ugyanaz, de mondjuk egy ilyen közepes vagy prémium szintet, hanem is azt a luxus lakosztályt, most mondom, így, tehát nekem ez így furcsa. Mert hát nektek is jobb, hogyha jobb körülmények között gondolom, tehát a szempontból, mert dolgoztok is, tehát elfáradtok, stb. Tehát azért gondoltam azt, hogy akkor jobbak a körülmények, de akkor gyakorlatilag nem, ezek szerint, hogy... Jó a körülmények, nincs semmi baj. Jók, jaj, értem. Én nem azt mondom, hogy rossz, főleg ezekkel az újabb hajókon. Mi már entertainmentként, mármint hogy a szórakoztató... Részlegben dolgozóként, különálló kabinjaink vannak például, ami egy ilyen fürdőszoba összeköttetéssel van a szomszéd kabinna. Vagy különálló kabinok. Középen van egy WC, meg egy nagyon pici zuhanyzó, de olyan keskeny, hogy én így nem bírok megfordulni benne, pedig nincsen hatalmas vállam.
És akkor egyik oldalt is van egy ajtó, meg a másik oldalt is. És egy-egy kabinban nyílik. Ez a tényleg közös fürdő vagy zuhanyzó. Ilyen szempont. Igen, azt úgy. Igen. De legalább nem kell osztoznod mondjuk adott esetben egy ismeretlen emberrel a kabinodon, hát vagy nem kell három másik ismeretlen emberrel osztozni, mert a régi hajókon egy simán bevett szokás, tehát hogy ott úgy voltak. Úgyhogy nincs olyan baj a lakatással, inkább azt mondanám, hogy 3-4 hónap után baromi szűkös a dolog, tehát hogy, hogy maga a kabinod az meg másfél méterszer, vagy tudom én, 2,5. Tehát hogy mondjuk beszélünk 7-8, nem tudom hány négyzetméterről, nincsen gyakorlatilag életteret sem. Tehát az ágyad az úgy van, hogy a falról lehajtod, fölmászol, alszol. Ha az asztalodhoz akarsz leülni, ezt az ágyat felhajtod, és alatta ott van az asztal. Ha felülsz az ágyadban, a fejedet bevered az alap, de hogyha a WC ajtót kinyitod, meg a szomszéd kabinban lévő is kinyitja a másik oldalon a WC-t, ahogy mondtam, középen van ez a zuhanyzó WC, akkor te át tudsz nyúlni, és kezet tudsz fogni vele. Tehát, hogy akkora a méret. Nagyjából, hogy nem tudom, hogy ezzel lehet-e szemléltetni, de lényeg az, hogy 3 hónap után azért ez az élettér nem sok. Ja, és persze ablakot nincsen. Tehát, hogyha úgy akarod, akkor egész nap sötétben vagy. Igen. És tengeri betegség? Az már nátok már nincs, gondolom, mert megszoktátok, de elejt, vagy még mindig? Hát, a tengeri betegség most az nem tudom, hogy így már sok év után nekem az a véleményem, hogy ez nem egy állandó dolog. Ez annyira függ attól, hogy nyilván egyrészt mennyire mozog a hajó, de még akkor se. Tehát én azt figyeltem meg, hogy nem mindig, hogy melyik irányba dől a hajó, hogy mozog, előre, hátra vagy oldalra, és az egyik kellemetlenebb, a másikat észre se veszem. Valamelyikre azonnal vennem kell be gyógyszert, védalom szoktam. Valamelyikre meg egyáltalán nem. Tehát ez egy nagyon... Szerintem... Hajófüggő is? Nem... Vagy hogy már, hogy milyen típusú hajó, meg mit tudom én, tehát vagy az, annyira nem az út is esetleg, hogy merre, milyen időjárás, stb. Tehát gondolom ezek a... Elvileg nézik az időjárás, de most egy kis mozgás miatt nem fogják felrúgni az egész útvonalat. Egyszer keveredtünk bele egy hatalmas, hát tényleg jó nagy viharba, ott 8,5 méteres hullámok voltak. Ami szemléltetésképp, hát a 4 métereseket kis mozgással már lehet érezni. Habár aki még sose volt hajón, azt is érzi, amikor ki van kötve a hajó, mi is éreztük legelőször. De a 8,5 méteres hullám az konkrétan az volt, amikor már a hűtben az üvegek elkezdtek lefele csúszni a polcokról. A sörös üvegedet nem tudtad berakni az asztalra, mert abban a pillanatban leesett és összetört. Tehát az már tényleg olyan, mint hogyha gravitáció se lenne egy idő után. Az durva volt. De ilyen, hála Istennek, nagyon ritkán van. A komphajókon durvább, mert azok kisebb hajók általában. Aha. Mondjuk ahonnan most hazajöttünk, az pont nem, de javarészt kisebbek, és hát ott a nővérem tudna mesélni a tengeri betegségről. Mert az a tengeri betegség végül is az, hogyha te egyszer elkezded a rosszul étbe, úgymond tényleg, ami egyfajta pánik is valahol szerintem, bele éled magad, vagy hogy mondjam. Ez a 22-es csapdája, hogy akkor igen, még rosszabb lesz. Igen, mert nehéz belefüzökenni. Vagy elterelni a figyelmedet, hiszen nem úgy van, mint egy vidám parkban, hogy jól felszálltam, erre felporult a gyomrom, akkor leszállok, nem. Hát addig van, amíg le nem nyugszik a víz, meg te is, vagy éppen ki nem köt a hajó, tehát ez... Hát nem kellene. Meg nem szabad sokat enni, akkor ezek szerint... Pont egyébként pont azt mondják, hogy érdemes enni, főleg ilyen kenyérféléket, hogy legyen valami a gyomrodban, mert az minél, tehát ha csak folyadék van a gyomrodban, akkor értelemszerűen könnyebben lesz hányingered. Nagyon ajánlják a kólát, amit nem ittem el, én a mai napig itthon is használom, hogyha valamilyen nem jó gyomrom, akkor kólát iszok a mai napig, tehát azt tényleg nem tudom megmondani, hogy miért jó, de jó, meg hát a gyógyszer. Na hát igen, ez sajnos, ez mindig. Igen. És néha vannak ilyen különleges kérések is, amit ugye mondott a részben Zoli is, hogy néha van, hogy gondolom a cég kér, de van, hogy gondolom valami, nem tudom, hogy szupersztár, hogy valakit hívtak oda, és akkor különleges számok, különleges módon előadva, de milyenek is vannak néha, nem? Hogy... Hát igen, különleges számok van igazán, de híresen volt valaki, akivel találkoztunk, Zoli? Hát a I'm Your Yesterday Manes. Hát, igen. Csávó Péter. Ja.
Mondjuk ezt itt van vágnál, akkor megnézném, hogy hogy hívják. Igen, ja, mert kicsit a fontos betűzéssel. Igen. Na, nem, csak nem akarok úgy tűnni, mint hogy nem tűnik. És ezek általában nyáron vannak egyébként, ugye? Ezek a, főleg ezek a hajútak nyár. Gondol. Ez egész évben van. Vagy egész évben. Egész évben. Ja, uh-huh. Mondjuk a Norvég, azt gondolom. Például a januári szezonban megy ki a hajó. Vagy a téli szezonban, akkor így mondom. Amikor itthon tél van, akkor megy ki. Amikor, amikor már egy tavaszodik, ilyen március, nem, április környékén, akkor visszajön mondjuk a földközi tengerre, Dubájba, vagy a Emirátusokban is most ősszel volt a hajó. Tehát ahol a nyáron nem marad a hajó ott, ahol amúgy is nagyon meleg van. Értem. Ott ugye nyilván a folyamatos mozgásban van akkor ilyen szempontból, hogy... Tehát ez persze. Igen, igen. Mindig az optimális időjárás felé tart a hajó. Illetve tartanak a hajó. Például a mi cégünknek most mennyi, 7 hajó? Hát gondolom a legnagyobb télben, meg nem tudom, bár mondjuk ha mentek gondolom Norvégia fele esetleg, akkor az más kategória, azért gondolom. Egyik is felső. Az például nyáron. Ja, Norvégia az a ja, hát az kritikusa, amikor ott már eléri a hőmérséket a 12 fokot. Igen. Egyik volt kollégám, ő is volt hajón, ő azon volt egy norvégiai hajón, de ő ilyen kis csapattal, egy zongorista, meg énekel is néha. Ő aztán kollégám volt, de nem sokáig, mert most rájött, hogy inkább más szakmát kell sajnos keresem, mert azt mondja, a zenélésben nem lehet megélni, azt mondja szegény. Most nem is zenél annyira, de azt mondtam, hogy talán észre, hát ugye most a vírus helyzet az. De hát én azért próbálom biztatni persze, de nagyon tetszett neki az, az út. Csak ők viszont nem nyáron voltak, hanem ezt a őszelején, és akkor már mondta, hogy hideg volt. De persze a helyieknek semmi gondja volt, mert ott voltak, de hát ez ugye hozzászokás kérdése ilyen szempontból. Most nem tudom, voltak néha egyébként ilyen érdekes esetek? Vagy ami mondjuk meglepett pozitívan, vagy kiborultatok, vagy nem tudom, amire még most is emlékeztek esetleg? Most nem tudom, hogy a vendégek, vagy a vezetőség, vagy kiknek a részéről. Ha neked eszedbe jut valami, akkor mondd, mert nekem most nekem az ilyen kérdésre mindig az jut eszembe, amikor a kompon a két srác elkezdte tánctéren mellúszásba úszni. Hát igen. De, tulajdon, de most is mit a zenétekre? Igen, na. De ugyanígy volt, egy ifjú párunk volt, ugyanígy kompajon, ifjú pár, azért mondom, mert szerintem hát 60 körüliek voltak, és egyébként meg az évfordulójukat, házassági évfordulót ünnepelték, de nagyon megünnepelték, tehát tényleg ja, mentálisan. Érte. Most, ha érted, hogy... Már ilyen gyémántlakodalom gyakorlatilag, ugye te? És ez, ők meg elkezdtek, ők voltak, nem? Tánctéren forogtak. Ja, lefekültek a tánctérre, átölelték egymást, és így végigforogtak a tánctérre, a parkettel. Ez igen. És közben a hölgyön miniszoknya, minden egyes forrásnál föntebb csúszott a miniszoknya. Aztán már nem volt semmi egy idő után. Ja, ez jó, ez kicsit ilyen Benigő show. Igen, mondjuk vagy amikor... Csak még eszembe jutott, megint egy... Nyilván a kompok egy kicsit vadabb közeg, mint a krúzhajó. Amikor például... Meg azok gyorsabbak is, ugye? Vagy az nem? A komp az gyorsabb is egy kicsit, nem? Az nem olyan lassan haladnak. Hát sebességben igazából szerintem nagyjából hasonló a dolog. Mondjuk 40 km/h sebességnél gyorsabban nem nagyon megy egyik sem. Mondjuk azt. Hát akkor még jobban megérendítek ezeket a gondolom, ha még gyorsabban menni. És akkor a lényeg az is egy kompos dolog, ott például a színpad előtt volt egy korlát. Nem is értettük, hogy miért kell korlát a zenekar elé. Hát aztán megértettük, mert ott nagyon sok furcsa emberre találkoztunk, de például tényleg srác másfél órán keresztül rázta a korlátot, mert annyira élvezte a zenét, 15 cm-re, és utána eltűnt, és kiderült, hogy nem eltűnt, csak valószínűleg, ahogy rázta magát, felkavarodott a gyomra, és szépen oda hányt a színpadon. Ja. Áldását adta. Azt akartam mondani, hogy annyi mindennel találkoztunk az évek során, és nem csak a hajón, hanem tényleg bárhol, mert ugye járunk külföldre is zenélni, Németország, Ausztria, Románia, annyi, bocsánat, annyi mindennel találkozunk a színpadról, annyi mindent látunk, hogy már vannak olyan dolgok, amik hogy lepeleg, de tehát hogy ja, értem, meg se lepődtök. Más lehet, hogy nézne,
Igen. De sokszor van olyan, hogy olyan dolog történik, amire mondjuk most tényleg semmi nem jut eszembe, hogy hát én azt hittem, hogy mindent láttam már, de kiderül, ja, hogy nem. Igen. Most nem tudom, egyik állatokat vihetnek föl ezekre a hajókra, vagy kutya, igen, macska, egyebek, vagy... Igen. Mert hallottam olyan hajót is, ami volt, és az okozott gondot néha, tehát így... Lehet, hogy van olyan társaság, akkor, uh-huh, ahol engedik, de... Ja, de... Ahol mi dolgoztunk eddig, ott nem volt sehoz, sem állat. Megmondom, változó, ilyen szempontból. Lehetséges, igen. És ott külföldre, Németországban, meg Ausztria, ott hol, ott ilyen folyami, vagy rendes szárazföldön? Ja, úgy rendesen, város vagy fesztiválok, sok fesztivál van Németországban, meg Ausztriában. Az van, de mi elsősorban céges, vagy hát nem céges, hanem privát rendezvényeken, tehát esküvői napok, ilyesmiken szoktunk megfordulni. Amikor külföldre megyünk, vagy válakat játszunk, mondjuk. Aha. Igen. Ez jó. Igen, csinálunk. Meg abban hát van kisebb, nagyobb méret, attól függében milyen gondolom, hogy... Persze, ott is van. Igen? Fejfer, vagy nem tudom, hogy ez az ismerősöm volt kollégám, ő volt ki, valami fejfer, valami lovat, vagy lóvardász, vagy mit jelent németül. Ott van ilyen lófesztivál, olyan évente van, nem tudsz hallottatok, és ott szoktak még ilyen nagy fesztiválok lenni. És itt eljutott eszembe, és ott mondta, hogy néha sokan voltak, néha kevesebb, hát ő az persze változó volt. De hát nektek az a jó, hogy minél többen vannak, nem értelemszerűen, hogyha ilyen, akár ezeken a privátokon is. Nyilván. Nagyobb élményt ad, hogyha minél több embernek játszhatsz, tehát a katarzis az nyilván erőteljesebb, amikor mondjuk 1000 ember van előtted, mint amikor 20, de egyébként meg a 20 főnek is. Hát néha megvan a varázsa, ugye, ahogy szokták ott mondani, a kicsinek is, meg a nagynak is. Ez egyébként a hajón kikötés is, hogy szokták mondani, hogy ugyanúgy kezelni egy embernek, vagy az üres bárnak, mint hogyha 500 ember lenne benne. Ja, persze, hát kezelni ugyanúgy kell mondanom. Ami mondjuk valóban nehezebb, de muszáj. Így van. Így van. Ez igaz. És akkor ti már úgy mentetek, hogy perfekt német, perfekt angol, minden, gondolom. Tehát nyelv az nektek már, mert gondolom a talapból angol-németűkkel, gondolom, magyarul nem nagyon. Hát max egymás között beszéltek. Zoli, beszélj mindkettőt jól, nem? Ja? Csak angolul. Jó, hát de végül is az angol az jó, meg gondolom, az a közös nyelv, nem? Végül is. Ilyen szem. Bár német a cég, tehát azt is használják. Ja. És akkor a vendégekkel eddig németül ment a kommunikáció, tehát az volt az előírás, hogy német legyen. Most szerintem kell nyitni a túlja egy kicsit, és most már kezd ez a teljes német nyelven történő kommunikáció kiegyenlítődni, tehát az angollal is próbálkoznak folyamatosan, mert hogy rájöttek arra, hogy nem rossz az, hogyha nyitnak mondjuk a többi európai ország felé is. Nemzetközivé válik, igen. Hát végülis az jó ötlet, mert akkor még színesebb lesz mind a vendég, mind a számokkal lehet, hogy még jobban tudtak variálni, hogyha minél többé. Változhat a dolog, igen. Akár lehet, hogy latin zenés lesz, vagy azt annyira nem szoktatok latin? Vagy szoktatok azt is? Latin. Van egy-két latin, van, csináljuk ezt is. Mondjuk most jelenleg egyébként ez a hajós dolog nekünk annyira nem... Tehát szerencsére a hajózás mellett párhuzamosan az itthoni dolgaink is, illetve a nevezzük úgy, hogy szárazföldi... De pont akartak, hogy itthoni a helyzet. ...dolgaink is elég szépen alakulnak. Nagyon sok energiát fektettünk, ahogy mondtam, párhuzamosan a hajózás mellett, arra is, hogy abba is, hogy minél több helyen megforduljunk itthon, amikor szabadságon vagyunk. Uh-huh. És szerint ennek köszönhetően az évek során az arány, a vízen töltött idő, illetve a szárazföldön töltött idő aránya, az kezd egy kicsit átbillenni a szárazföld javára. Tehát, hogy megpróbálunk tudatosan azon dolgozni, hogy ne ragadjunk bele ebbe a dologba, bár nagyon szeretjük a hajózást. És ne ragadjatok egy hajón. Szívesen állunk bármilyen ilyen hajós felkérést, de az a célunk, hogy mi ezzel a műsorral, ezzel a produkcióval, hogyha nevezhetjük így, saját magunk meg tudjunk élni. Tehát, hogy ne kelljen feltétlenül hajózni. Hanem mondjuk mi a saját produktunkat, termékünket, ahogy mondtam, 6 fő a zenekar, de mellette van egy 2 fős hang is, fénytechnikai gárdánk, adott esetben videótechnikusaink is vannak. Tehát, szóval ez egy egész nagy projekt igazából, és szeretnénk itthon, vagy mondjuk legalábbis szárazföldön megélni belőle, és a saját magunkraként
boldogulni. Hát meg ez jó, mert elviszitek a hétköznapi emberekhez mindenkihez. Így az elét is az tök jó, mert akkor gyakorlatilag, ha végigmentek egy városon, akkor gyakorlatilag az egész város is felni fog teket, ez ilyen marketing számoló is nagyon jó ötlet, ha úgy nézzük. Mert no, de most már erről a legújabb igen, igen, ez az új, az a show, az utcai, és ahogy ez például most nagyon jó, nekem nagyon tetszett minden szempontból, mert az, aki mondjuk esetleg annyira nem hallgat zenét, vagy csak olyat, ami tudjuk milyen, általában a rádióban, amiket hallottunk mindig, persze ott is van egy-két jó, de viszont meghallja ezt az élő zenét, akkor tényleg lehet, hogy megfogja az élő zene varázsa, és szokták mondani, ha volt már egy ismerősöm, aki nem minden hallgat zenét, majdnem ezt mondogatta nekünk, mert egy felesleges, meg unalmas, aztán egy élő zene az teljesen elvitte egy más irányba, és azóta például egyfajtában, úgyhogy ez sokat számít, és így szerintem mindenki nagyon sok új rajongót tudtak szerezni, meg a zenének is magának új rajongókat, úgyhogy ez egy nagyon jó ötlet. Alapvetően a marketing rész, vagy marketing szempontból szerintem nem volt annyira tudatos, tehát nem a zenekar nézés. Hát gondolom, persze most nem. Hanem a zene, mint maga az élő zene, kicsit, hát hogy mondjam, hát közelségben hozzátok igazából, közelségben mindenki ezt, tehát az a jó, hogy... Nem, hát főleg ebben az időszakban. Hát főleg most, igen. Nagyon fontos, hogy most jelenleg ebben a vírusos időszakban valamit adhassunk. És az meg külön persze, nem mondhatom azt, hogy ez nekünk nem jó zenekarként, mert hogy nem jó, mert dehogy nem. De nem ez volt a cél, nem is sejtettük azt, hogy például az élő közvetítés közel 15 ezeren fogják nézni. Hát igen, ez... És utána, mit tudom én, aznap este, tehát élőben szerintem 13 ezer ember nézte körülbelül, és köszönjük akkor ahhoz képest is. Most még rájött, vagy élőben ember, vagy nem tudom mennyi, akik megnézték utólag. Tehát ez egy ilyen váratlan hozománya a dolognak. Mi csak tényleg szerettük volna a saját szülővárosunknak, hát a saját eszközeinkkel meghálálni azt, hogy létezik és van, tehát hogy meg ebben az időszakban valamit adni neki, és erre tökéletesen jó ötlet volt, Pius találta, te találtad ki az egészet, nem? Tehát a te ötleted hát volt. Csak az ötlet, mert végül is ahonnan elindult az egész, ugye az volt, hogy mi nekünk félbe kellett hagyni egy kompos szerződést, mert akkor jött ez a vírus szezon. Igen. És, már ez egy ilyen hajós szerződés, tudom, vagy... Igen. Már kint voltunk. Ja, már kint is, akkor tényleg majdnem ott ragadtatok, úgyhogy... Ha volt olyan, aki ugye hajón meg szigeten ragadt két hétig, úgyhogy... Sok barátunk van így. Ezt mi megúsztuk, autóval haza tudtunk jönni, de már akkor terveztük, hogy jó volna valamit itthon csinálni, mert... eleve nekünk is két hétig karanténban kellett maradni, és akkor volt idő gondolkodni, agyalgatni, és... annyit szerettünk volna csinálni, hogy valamilyen úton, módon, élő közvetítéssel, először talán az első ötlet az volt, hogy a Szentes központjában valahol zenélni, amit esetlegesen a lakók, a környékbeli lakók hallanak, illetve ugye az élő közvetítés megy, de aztán ez valahol úgy abba maradt, már az egész szervezés része is, mert egyre szigorodtak a szabályozások. És akkor, mikor lejárt ez a két hét karantén, nekünk ez a kötelező, nem kötelező, bocsánat, önkéntes karantén, önkéntes, tehát nem voltunk betegek, csak ugye otthon maradtunk. A kocsiba pattantam, mondom, elmegyek egy kicsit vezetgetni, mert hogy valamit azért csak csináljak kocsiban ülve, meg nem lehet ebből baj. És akkor én eljött az ötlet, mikor döngettem a zenét az utcán, hogy akár ezt meg is lehetne így csinálni. De aztán én idáig jutottam, tehát onnantól kezdve a szervezés, a létrehozás az mind Zoli meg a technikusok érdeme, mert kitalál nagyon könnyen ki lehet mindent. Helyett csak megvalósítani, ez más. Igen, ez ismerős nekem is. Meg hát gondolom egyeztetni kell hatóságokkal, főleg most ebben az időszakban, polgármester, stb. Ez is persze, ez nagyon bonyolítja a dolgot, de szerencsére olyan állásponton voltak a kentebb valóink, mármint mind a polgármesteri hivatal részéről, mint pedig a hatóság részéről, hogy meg a jó Isten hogy, is hogy, hogy igazából nem lehet baj, hogyha odafigyelünk arra, hogy csoportosulás ne legyen. És igazából minden egyes alkalommal, minden egyes helyszínen, ahol egy kicsit lelassítottunk, vagy megálltunk, elmondtuk, hogy ezt nem szabad. Tehát, hogy rendelet ellenes, tehát a rendelet alapján nem lehet csoportosulni. És előtte megijedtünk egy kicsit, mert úgy láttuk, hogy van csoportosulás, de aztán
észrevettük azt, hogy ezek a csoportosulások, ezek családok. Tehát, hogy nyilvánvalóan gyakorlatilag éjjel-nappal együtt vannak. És sok ilyen kis csoport volt, de mondom... De az a közös csoport, arra, hogy csak a saját háztartásukban élőkkel csoportosuljanak. Na, ettől függetlenül úgy döntöttünk, mert ugye nem titkolt célunk, hogy az országban több helyre, vagy minél több helyre eljuthassunk ezzel az egésszel. Úgy döntöttünk, hogyha sikerül összehoznunk más városokban is, és most úgy néz ki, már most jelenleg 4 vagy 5 várossal állok tárgyalásban. Egyelőre nem akarok semmit mondani, mert bármi közben jöhet, de remélhetőleg működni fog. Na mindegy, szóval, hogy ezeken a további fellépéseken, vagy nevezzük bármi, nem tudom, mert... Trícsó. Trícsó, igen. Jó. Kitaláljuk. Nem fogunk megállni. Tehát, hogy nem lesznek ilyen állomások. Pont azért, hogy véletlen se legyen lehetőség arra, hogy nagyobb csoportosulás jöjjön létre, és ezáltal mondjuk a műsor le kelljen fújni, vagy a további hasonló megmozdulásainkat beszüntessék, vagy megakadályozzák, vagy ilyesmi. De mondom, nagyon sokat dolgozunk azon, hogy minél több városba eljuthassunk az országban, mert rengeteg üzenetet kaptunk, de tényleg. Tehát, hogy egyrésztről hozzászólásban is lehet látni, hogy gyertek ide is, itt is tök jó volna, meg privát üzeneteket kaptunk sokat, hogy ide miért nem jöttök, hát megyünk bárhova. Tehát, hogyha meghívást kapunk szívesen, én összegyűjtöttünk körülbelül 100 e-mail címet, és már a ilyen kiajánlások megtörténtek. Nem kell senkinek attól félnie, hogy hatalmas összegekről van szó. Nyilvánvaló, hogy teljesen ingyen ezt nem lehet megcsinálni, mert hatalmas rezsiköltsége is van ennek az egésznek, de tényleg hihetetlen sok pénz. Persze, már az, hogy mennyit mentek azzal a nagy autóval. Persze, az egész hangszerű technikát mindent elszállítani. Ja, látványos is egyébként, azt is néztem arra is, hogy jól néznek ki ezek a füstgépek, meg nem tudom, a fények. Igyekszem. Az se ingyen, ugye? Ja, na, akkor gratulálok neki is. Majd megnézi. Szóval mondom, ez nekünk most egy új célkitűzés ebben a jelenlegi helyzetben, mert nyilvánvalóan az egész nyári szezonunk az egyébként a kukában landol. Hát reméljük, hogy nem teljesen, ki tudja, meglátjuk. Én bízom benne, hogy ez a fajta megmozdulásunk, amit rendezvénynek nem neveznék, mert ez nem rendezvény, szerintem. És ugye rendezvényeket nem lehet tartani jelenleg. Szóval ez a megmozdulásunk sok embernek fog örömet okozni, és nem lesz akadály abban, hogy tényleg sok városba eljuthassunk. Ezen dolgozunk reggeltől estig. Úgyhogy rajta vagyunk nagyon. És így előtte, meg akkor itthon is gondolom, lakodalmakra, ilyesmi helyekre jártatok, nem? Meg céges bulik, ilyesmi? Persze, nekünk ez a nyári szezon az teljes mértékig esküvők. Egyetlen kis szerencsénk volt ebben a nagy szerencsétlenségben, hogy áprilisban egyáltalán nem vállaltunk fellépést, mert közel 12 hónapon keresztül folyamatosan megállás nélkül mentünk. Tehát, hogy dolgoztunk, és akkor az áprilist úgy döntöttük, hogy meghagyjuk ilyen pihenésre. Májusban is csak egy-két bulit vállaltunk, pont ezért, hogy akkor ránk fér ez a kis pihenés. De júniustól gyakorlatilag október közepéig folyamatosan lettek volna buliaink. Hát most reméljük, hogy augusztus közepére után újra mehetünk. Csak hát mindenki próbál óvatos lenni. Tehát az egy dolog, hogyha augusztus 15 után majd esetleg tényleg lehet újra rendezvényeket tartani, de addig lehet, hogy a megrendelőink visszalépnek. Tehát mondjuk, aki augusztus végén vagy szeptemberre rendelt meg minket, lehet, hogy menet közben úgy dönt, hogy menjünk biztosra, és akkor majd jövőre, vagy egyáltalán soha. Meglátjuk. Hát próbálkozunk, nem tudom. Hát én bizakodok, hogy júliustól már legkésőbb beindul igazán minden zenei élet egyébek, de majd már amennyire lehet ilyen kisebb körökben. Most azt mondják sokan egyébként a zenei szakemberek is, hogy sok helyen majd az ilyen kis zenélés megy most majd úgymond ilyen divatba, mert ami régen volt, hogy ilyen kis kocsmák, meg nem tudod, mert az által kicsit eltűnt például Budapestről, inkább ugye ezek a nagyobb rendezvények voltak, és most állítok, efele fog visszamenni egy pár hónapig.
emiatt, ugye, hogy karantén van, mert hát ugye nem lehet 500 főnél nagyobb, vagy valami, hogy így van a szavarendelkedés. Ja, most akkor azt módosították, hogy 500 főnél kisebb, tehát, hogy, hogy gyakorlatilag elméletileg még ott nem fér bele, hogy egy szál gitárral te, te a kocsmában mozgatod a dolgokat énekelsz. Nem a legjobb azért. Bár nem tudok, hogy akarnak például a Forma 1-t rendezni, de minden van meg kialakul, mert az ott se 100, még a, az ott dolgozók se talán többen vannak, úgyhogy... Na mindegy, hát már reméljük, hogy megoldódik ez valahogy ez a dolog, mert most már persze unja az ember is, hogy otthon van, tehát hogy már érzem azt az embereknek is, hogy mennének már valami programra, közösségi élményre, stb. Igen, én pont ezt akartam mondani, hogy itt Szentesen most már, hogy úgymond... Ott is lazítottak azért most? Kipróbáltuk ezt, hogy ez így is működhet, most már itt Szentesen is rájöttek erre, hogy... hogy ez valahol nem rendezvény, de az embereknek is jó, úgyhogy most például májusra ez, ezzel van tele a naptár itt, itt a város, városi szervezés által különböző DJ vagy zenekar fog fellépni. Úgyhogy lehet, hogy majd most ennek fog jönni a divatja, vagy hogy mondjam. Egy reneszánsz. Ez külön nagy, és még egyébként nekünk, hogy, hogy úgy néz ki, hogy mi voltunk az úttörők, tehát igen. Hogy valószínűleg jó példával jártunk elő, meg jó ötlettel, úgyhogy... Igen. Le kellett volna, egyébként... kellett volna védetni, látod? Mert ugye az szokás az Amerikában egyébként, ez a jó ötleteket levédetek, és akkor utána kihasználhatja, ez ugye mi találtuk ki, tehát... Érted? Jó, mondjuk ez is olyan, hogy nem mi találtuk ki. Jó, persze, persze. Volt már más is, aki kocsi platóján zenélt, és a mi városunkban is. Volt már előtte, tehát ez, ez is az igazság ja, része, hogy ilyet mondjuk márciusban kitaláltuk, ettől függetlenül, a, ahogy megrendezésre került, nem megrendezésre, bocsánat, ahogy megtörtént ez a dolog, április 30-án, azt megelőző héten Szentesváros egyébként nagyon megbecsült fúvós zenekara is, egy kocsin körbejárták a várost, mondjuk ők nem zenéltek a kocsin, csak körbejártak, hogyha jól gondolom. Tehát végül is én azt sem akarom mondani, hogy mi voltunk az elsők, de mondjuk tényleg az azt törő, a fajta... Ja, pionírok. De mondjuk lehetne egy ilyet is most, hogy mondod, lehetne akár egy ilyen kamion short már kitalálni, tudod, hogy jöttök ti, és akkor ott hosszabb vélemény a nézőknek, és utána mondjuk egy ilyen klasszikus, amit mondta egy fúvószenekar, és akkor utána, és akkor mindig lenne mondjuk 20 percenként lenne zene ugyanazon a helyen vagy területrésen. Érdemes lesz mondjuk minden is figyelni a dolgokat, meg beszélni velünk, mert na mindegy, erről sem akarok beszélni, mert egy ilyen fesztivál jellegű. Na hát ezt mondom, hogy végén lehetne úgy fesztivál, hogy nem rendez, de mégis valami élményt azért nyújt. Az... Lesz valami, és egyébként én azt most így mondanám, hogy lesz vendégcsalogató ereje ennek a szentesi rendezvénynek majd jövőre, de ez majd a na, jövő jó. Jó, hát remélem, addigra vége is lesz ennek a helyzetnek, meg évvégig, remélem, de hát már nem lehet. Reméljük, mert hallani jót és rosszat, de én mindig jobban bízom azért. Jaj. Kialakul ilyen szempontból. Akkor gyakorlatilag most mondhatjuk azt, hogy legalább 10 évesek vagytok, úgyhogy akkor boldog szülinapot kívánok, hogy gyakorlatilag elmutatok már, tehát mégis egy nagy múltú zenekarra így nézzük, csak hát itthon még annyira... Ugye emiatt, hogy inkább hajókon voltatok, ezt nem érezhet itt annyira az ember. Hát van az már akkor itt 15 is, hogyha... Hát összesen úgy igen, hogyha... Ja. Igen, és úgyhogy ez igen, egy szép jubileum már, ha így nézzük. Nem kis szám. Úgyhogy ezért, már ezért is gratulálok. Hogy együtt vagyunk, tehát hogy, hogy nem csak a név maradt, hanem a zenekar tagja is eléggé állandónak. Ez a sokat számít. És akkor sem veszekedés miatt, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen másfele vitt az útja ennek, vagy másfele annak. Tehát, hogy közös megegyezéssel. Mert ugye van két gitáros, ugye van a két énekes nő, ugye hölgy, egyik ugye a Bills, és ugye ő még a ugye, szaxofonon is játszik. Azt mondjuk, ott Amerikában tanultad meg, vagy? Vagy ez hol, honnan? Szakszom, vagy eleve, vagy már olyan szakra jártál itthon? Vagy ez hol, honnan? Ja, nem. Vagy már gyerekkor ott a szakszofonozol, vagy? Nem, hát végül is gyerekkorom óta járok zeneiskolába. Jártam zeneiskolába, már nem. Bocsánat, csak közben hívnak. Fulóján kezdtem, aztán 5 évig klarinétoztam,
és aztán váltottam át a szaxofonra, ennek már 16, 20, 12 éve. Tehát én ezt akkor kezdtem el úgy a zeneiskolában megtanulgatni, hogy mégis hogy kell rajta játszani. Aztán egy évig jártam jazz-szaxofonozni, jazz-szaxofon tanárhoz. Aztán végül is utána a zenekar megkövetelte az, hogy magamtól is tanuljak ezt, azt, sőt elég sok dolgot azért tanultam annak köszönhetően, hogy a zenekarba szükség voltál. Hát gyakorlatilag szilvestre szokták, hogy... Ja, most az alapot megtanultam a vizsgálom, főleg az elméleti részét, de utána úgyis mindig élesben tanul az ember, úgyhogy meg hát otthon gyakorol, gondolom. Tehát az ének az már meg volt előtte is, vagy az, hogy... Én nem, énekzenei általános iskolába jártam, én is, és a nővérem is. A nővérem a másik énekesnő, ő hivatalosan magánének szakon végzett, ugye, az egyetemen. Meg talán még taníthat is, nem? Hogy... Énektanár. Ja, azért van, akkor tanít is. Énektanár, tehát ő tanulta rendesen, én nem. De ahhoz képest az egész jó. Ja. Ja, úgyhogy mi... Nagyon jó páros alkotok, meg a fiúk is a gitárral. Látta, a másik srác, hogy nagyon ilyen humoros, hát, hogy mindig mosolyog, látom, mert valamit, ha nevetne valami, vagy valakiken rajta. Aha, nem tudom, hogy hívják, Robi, vagy... Laci. Ja, Laci. Igen, Laci. Csinál. Látom, hogy nagy csibét. Hát, az... Igen. Tényleg? De hát az jó, azért szeretem az ilyen típusú embereket is, tehát így nagyon... Meg ő nagyon látta, nagyon profi, hát meg ahogy Zoli is nagyon profin tudja. Meg ugye néha te is énekelsz, Zoli, úgyhogy ne felejtsünk ki téged se az éneklés. Igen. Próbálkozom. De te is énektanár vagy? Ne? Vagy ne, gitár? Ne, gitár? Ne. Én angol tanár vagyok. Ja, angol? Na, hát az is jó. Azt is lehet gyakorolni közben számokkal. Igen, szempontból. Hát akkor... A dobosunk az például történelem tanár, akkor a billentyűsünk, aki ezen a videón sajnos nem tudott rajta lenni, illetve ezen a megmozduláson nem tudott részt venni, ő meg számtech tanár, informatika tanár. Hát akkor itt már egy iskolát alapíthatnátok, ugye? Minden tele tanárokkal. De jobb ez így. Jó, persze. Jobb lesz persze. De most legközelebb jön majd ő is ezekre remélhetőleg? Ha lesz még ilyen street show, akkor jön a zongorista? Meglát. Ez az ötlet, amit próbálunk megvalósítani, nyilván nem kötelezhető. Most oké, én vagyok a zenekarvezető, de senkinek nem mondhatom, hogy gyere, mert ebben az időszakban azért tényleg, ha úgy veszük, kockázatos gyakorlatilag kilépni az utcára is, vagy az ajtódon kilépni. Úgyhogy megbeszéltük egymás között, hogy aki, tehát jön aki tud, és jön aki bemeri vállalni, vagy be tudja vállalni, tehát ilyen szinten bármelyikünk mondhat nemet bármelyik felkérésre, de alapvetően egy csapat vagyunk, tehát hogy a cél, hogy mondjam, tehát közös célunk van. Hogyha én nem tudok jövő héten elmenni, mert úgy érzem, hogy nem, mit tudom, én náthás vagyok, és nem akarok senkire semmit ráragasztani, tehát felelősség teljesen gondolkodom a helyzetről, akkor a többiek meg megcsinálják nélkülön. Ügyesek vagyunk mindjárt. Akkor látok, van helyettesítés is ilyen szempontból, ami ritka, ugye, mert a legtöbb koncertnél lemondják, hogy az énekes van megbetegedett, vagy valami. Igen, tehát az évek során nagyon sok olyan helyzetben voltunk, amikor hirtelen kellett reagálni mondjuk egy betegségre, vagy akármilyen távollétre, úgyhogy gyakorlatilag szinte minden ilyen helyzetre fel vagyunk készülve, vagy legalábbis igyekszünk nem meglepődni. Csak mondjuk amúgy mindenki volt helyettesítve már zenekarban, csak mondjuk ezt. Hová? Misi is volt. Misi is volt, még évekkel ezelőtt. Egyszer lebetegedett. Tényleg. Megcsitte egy méretre. Jó. Akkor fölpörgött. Fölpörgött utána, akkor nem? Akkor még jobb lett, mint volt. Persze, hát hogy. Néha. Csak mondjuk nem tudom, viszont a magánéletet gondolom nehéz, de hát bár mondhatok, hogy néha, hogy ugye a zenekaron belül vannak ugye házastársak, de gondolom azért nehezebb akkor szervezni, csak mondhatok, hogy hajó, meg ilyesmi, de hát gondolom azért meg tudjátok oldani, csak hát ugye nem egyszerű, így gondolom, hogy ez esti munka, akkor a hajózás, de
De azért mondtad, hogy van szabad idő, tehát el tudtok menni, mit kell, most utazni, vagy is valahova akartok, vagy ilyesmi, csak akkor be kell mindent osztani, nem? Tehát ez... Így van. Szóval de egyébként szerintem ez minden munkával így van, hogy, hát, hogy meg kell szervezni. Igazodni mert. Kell a... Most már nem is mentünk olyan hosszú szerződésekre sem az óceánruhajókon sem, mert régen 4,5 hónapokat csináltunk, de most már közös megegyezés évente kétszer, 4,5 hónapot, de most már ilyen évi 1-2 hónapos szerződés, és akkor... Többit meg itthon akkor. Hát úgy egyszerű, az jobb azért talán, mert akkor azért van is, de nem azt mondani, hogy nem csináljuk, de nem túl terhelő már talán ilyen szempontból, tehát akkor azért nem egy egyszerű, azért mondjuk egy fél évet, vagy több mint fél évet azért az hosszú távon gondolom elég fárasztó, tehát most egy-két hónap elég jobb. 9-10 hónapot voltunk távol, heti 7 hónapot munkában, tehát azért az kemény volt. Az kemény. De hát viszont a munka gyümölcse az látszik, tehát de hát azért az látszik, hogy mennyire. Jók ezek a videók is, azt ajánlom is, ha belinkelem ide alulra a YouTube csatornátok megvan, és ugye ott van egy csomó videó erről a pár cruise, meg egyéb utakról, úgyhogy. Meg most már ugye a street showról is, mert nem tudjuk, mi lesz a hivatalosan. meglátjuk, hogy mi lesz, de én nagyon remélem, hogy az is ugyanolyan sikeres, sőt, még sikeresebb lesz, mint a hajóutak, úgyhogy, mert hát még több ember ezzel fog jutni talán, mert a hajón is sokan vannak, de így lehet, hogy számban ugye még nagyobb réteghez fogtok szólni. Ja, hát reméljük, így legyen. Legyen így, legyen igazad. Én ezt remélem, úgyhogy... Pécset érszik, gazd? Igen. Már jeleztem is a vezetőségnek, és ő is jelezett vissza, hogy hát megbeszélik a kollégákkal, úgyhogy reménykedjünk a legjobbakból. Hát, szuper volna. Igen. Így akkor köszönöm, hogy beszélgethettünk, és hát továbbra is nagy sikereket kívánok, meg azt, hogy menjen rendesen ez az egész országon keresztül ez a kamion. Köszönjük szépen. Akkor minél többen megismerni. És remélem a nézőknek is tetszett, és hát búcsúzunk tőletek, és hát további szép hétvégét kívánok egyébként mindenkinek, a nézőknek, meg nektek is. Sziasztok! Mi is ugyanezt. Vigyázzatok magatokra! Szépen! Sziasztok!